Köszöntöm Önöket, ez a Vállalkozz Velünk, a Szabolcs-Szatmár-Beleg megyei Kereskedelmi és Iparkamara hírösszefoglalója. 19.800 gazdálkodó szervezet regisztrált a megyei Kereskedelmi és Iparkamarában a törvényben előírt február végi határidőig, miközben a kamara legalább 25.000 vállalkozásra számított. Az éves 5.000 forintos hozzájárulást március végéig kellett befizetni, amelynek a regisztráltak 70%-a tett eleget. Március 1-én lezárult a vállalkozások első évi kötelező regisztrációja. A kamarai törvényt tavaly novemberben módosította az országgyűlés, amely előírta, hogy a már működő gazdálkodó szervezeteknek és egyéni vállalkozásoknak kötelező regisztrálniuk a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál. Jelenleg a regisztrált vállalkozásoknak a száma 19.800. Mi, amikor kalkuláltunk, egy olyan 25.000 vállalkozásra számítottunk, tehát ez lényegesen elmarad attól, amit vártunk, és a befizetés az pedig egy olyan 70%-os teljesítettségi szintet jelent, tehát az eddig regisztrált és nálunk itt lévő adatlapok alapján, amit számolunk, hogy mennyi befizetésnek kellene történni, ennek a 70%-a érkezett be a mai napig. A következő időszakban a megyei kamara munkatársai a regisztrációkat összevetik az országos adatbázissal, és a mulasztóknak egy tájékoztató levelet küldenek a pótlásról. Azok, akik teljesítették regisztrációs kötelezettségüket, és az 5000 forintos éves hozzájárulást is befizették, egy regisztrációs számot és igazolást küldenek. Ez azért fontos, mert a hatóságok minden pályázat benyújtásánál kérni fogják a kamarai regisztrációs számot. Az évente kötelező 5000 forintos hozzájárulás fejében a vállalkozások alapszintű tanácsadást, hazai és külföldi partnerközvetítést és pályázatfigyelő szolgáltatást kapnak a kamarától. A kötelező regisztráció alapvető célja egy országosan egységes vállalkozói nyilvántartás működtetése. Megéri mesterlevelet szerezni a szakmunkásoknak, mivel itthon és külföldön is keresettek a jól képzett szakmunkások. A megyei iparkamaránál 17 szakmunkás tudását ismerték el mesterlevéllel. Heten közülük dupláztak, két szakmából is mesterlevelet vehettek át. A magasabb tudásszintet jelentő dokumentum több százezer forintba kerül, azonban a befektetés jól hasznosítva hamar megtérülhet. Ünnepélyes keretek között adták át a mesterleveleket az iparkamarában. A megyeszékhely újdonsült mestereit egyenként szólították a pulpitushoz, és még pezsgővel is kocintottak a kamara vezetőivel a sikerre. A frissen avatott mesterek rendkívül bizakodóak, mert úgy látják, a megszerzett okmány sokat lendíthet a vállalkozásukon. Taníthatják a leendő szakmunkásokat, és az ügyfelek is jobban megbíznak egy mesterlevéllel rendelkező elismert szakiban. Összesen 17-en vehették át ma délelőtt a mesterlevelet, közülük 7-en 2-t is, mivel nem csak gázvezeték szerelésből bizonyították a tudásukat, hanem a kazánok beüzemeléséből, karbantartásából is. Vondorkovics János is 2 mesterlevelet kapott, ő azt mondja, egy lelkiismeretes, alapos tudással rendelkező szaki képes megélni a szakmájából. Aki a szakmájába elmélyül rendesen és tényleg beleadja minden szakmai tudását, odafigyel, az meg tud élni egy jó szakmából. Természetesen szükséges az is, hogy egy jó szakmát válasszon az ember, amire úgymond szükség van. Az iparkamara vezetői azt mondják, a szervezet abban érdekelt, hogy a mesterlevél valóban minőséget, tudást és rangot jelentsen. Úgy gondolom, hogy a mesterképzés lassan arra helyre kerül, ahol lenni kellene. Hisz szükség van jó mesterekre. Erre szükség volt korábban, szükség van a jövőben is. Hisz a mesterek azok, akik képezik a szakmunkásokat. Végre a szakmunkásokon egy változás, és elmentünk abban az irányban, hogy igazából a szakmunkások a szakmát tanulják meg, és lehetőleg olyan szakmában, amelyre munkaerőpiacon szükség van. A mesterlevelek megszerzése több százezer forintba kerülhet egy szakmunkásnak. 250.000 forint körül mozog a tanfolyamára, 100.000 forintra is rúghat a vállalkozás bejegyeztetése, és ehhez még hozzá kell számolni azt is, hogy különböző szerszámokat, berendezéseket és eszközöket is vásárolnia kell egy magára valamit is adó mesternek. A szakemberek azt mondják, ennek ellenére megéri a befektetés, mivel szerencsés esetben rövid idő alatt megtérülhet. Különösen a mezőgazdasági és építőipari cégek iráni nyitására lát esélyt az ország nagykövete. Erről a kereskedelmi és iparkamarai látogatásán beszélt a nagykövet. Ugyanis azt a feladatot kapta az iráni kormánytól, hogy a magyar nagyvárosokban próbáljon meg olyan potenciális befektetőket találni, akik érdeklődnek a közel-keleti állampiacai iránt.
A világon az iráni számít az egyik legolcsóbb munkaerőpiacnak, a kormány pedig kezességet vállal minden Iránba induló cég működéséért, mondta a nagykövet nyíregyházi látogatásán, amikor a vállalkozókkal találkozott a megyei kereskedelmi és iparkamarában. A vállalkozók egy része pedig a csütörtöki egyeztetésen már konkrét elképzelésekről is beszélt. Nekünk Iránból a mazsola kellene. Viszont nagyon szeretnénk Iránba piacot nyerni a saját termékeinknek, hát a töltelékárunak. A kamara a kötelező regisztráció fejében próbál segíteni a kis és közepes vállalkozásoknak nemzetközi partner közvetítésben is. Ebbe beletartozik a nagykövetségekkel folytatott közvetítő tárgyalás, amely már elindult az érdekvédelmi szervezet részéről, hangzott el a csütörtöki fórumon. Ezen kívül számtalan olyan program fut, amely a külföldi kapcsolatokat építi és erősíti. Erről a kamara titkára beszélt. Nagyné Varga Katalina szakképzésben tett lépéseket is kiemelte. Most van egy Leonardo programunk, ahol 6 külföldi partner dolgozik együtt 12 szervezettel. Ennek az a lényege, hogy a vállalkozásokat bevonjuk a tanulóknak a fogadásába, illetve a vállalkozásuknak a bemutatásába, ami Olaszországban már nagyon nagy sikerrel fut, ez a Go and Learn nevű program. Ez elsősorban a termelésben érintett cégeknek jelenthet segítséget. Ennek a legrégebbi hagyománya Olaszországban van, ahol nem csak a turisztikai értékeket tartják fontosnak, hanem azt is, hogy az adott régió termelési egységeit bemutassák az érdeklődőknek, és tapasztalatot is cserélhessenek a vállalkozók. A szakképzés és az ehhez kapcsolódó támogatás és a további együttműködés is témája volt a Top 100 Klub áprilisi rendezvényének. Nyíregyháza a szakképzés területén elsőként lépett, ezért annak erősítése és a további kapcsolatok kialakítása is elengedhetetlen, hangzott el a fórumon. A megyei napilap több mint egy évtizeddel ezelőtt indította el Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági életét külön bemutató Top 100 rendezvényét. Ehhez kapcsolódva jelenik meg azóta is minden év őszén a legsikeresebb vállalkozásokat bemutató kiadvány is. Itt közvetlen módon, kötetlen formában tudják kicserélni álláspontjaikat, véleményeket, és hogy ezeknek mindig van folyamánya, mindig van következménye. A TISZ keretein belül indult el Nyíregyházán a megújult szakképzési forma, de számos multinacionális cég is csatlakozott a megyeszékhely képzéseihez. Erről a várospolgármestere beszélt. Nagyon jól indultak a folyamatok, több konkrét dolgot is el tudtunk kérni, viszont az év végén nekünk is meg kellett várnunk azokat, hogy az új jogszabályok milyen módosításokat, milyen új lehetőséget nyitnak, és hogy tudjuk ezt együtt kihasználni. A cégeknek pedig segítséget nyújtott a képzési hozzájárulás, amelyben felvilágosítást az iparkamarától is kérhetnek. Egyszerűsödött az elszámolás, illetve az eddigi rendszerben évente kellett bevallást adni, ami azt jelenti, hogy a gazdálkodónak 13-14 hónapra kellett előfinanszírozni a gyakorlati képzés költségeit, most pedig ez felváltotta egy havi előleg számítás, ami azt jelenti, hogy ez most már lényegesen csökken az előfinanszírozásnak a mértéke, magyarán 2-3 hónap után a gazdálkodó hozzájut a képzési költségekhez. A nagyobb vállalatok a támogatás mellett pedig saját erőből is hozzájárulnak a szakképzés erősítéséhez. Évi szinten olyan 10-12 millió forint az, amit beleforgattunk ebbe a két szakképzésbe, az a szerszámkészítő képzés és a műanyag feldolgozó leendő kollégáknak a képzésébe. Természetesen az oktatással való kapcsolatunk az ennél sokkal tágabb. Az idei évben 440 ezer forint a megállapított szakképzési hozzájárulás mértéke tanulónként, hangzott el a fórumon. Július 1-én lép életbe az új munkatörvénykönyve. A legfontosabb változásokról munkajogászok tájékoztatták a vállalkozókat a megyei kereskedelmi és iparkamaránál. Az előadók hangsúlyozták, az új törvénnyel egyszerűsödtek a munkajogi szabályok. A július 1-én életbe lépő új munkatörvénykönyve mind a munkavállalók, mind pedig a munkáltatók számára is lényeges változásokat hoz. A munkavállalók esetében az alaptörvénynek megfelelően erősödik a személyiségi jog védelme. Emellett közérthetőbbek, egyértelműbbek és egyszerűbbek lesznek a szabályok. A munkáltatóknak is egyszerűbb lesz az életük. Kedvező változás, hogy például megszűnik az átlagkereset elszámolási jogintézménye, helyette távolléti díj lesz, amely kedvezőbb kifizetést jelent. Egyszerűsödnek a kártérítési szabályok, a széleskörű munkáltatói kárfelelősség megszűnik, valamint a határozott idejű jogviszonyt is fel lehet majd mondani.
A munkaügyi jogvitáknál pedig 6 hónapos elévülés lesz, tehát a jogalkotók az egyszerűbb, gyakorlatiasabb munkaügyi szabályozásra törekedtek. Már az 1992-es, tehát a jelenleg hatályban lévő MT-nek is az volt a célja, hogy az állami irányítást háttérbe szorítsák, és valamilyen magánjogi szemlélet alakuljon ki. Ezzel az MT-vel még inkább a felek akaratát szeretnék érvényre juttatni, és az állami irányítást, az állami beavatkozást úgymond háttérbe szorítani. Ezt egyébként erősíti az is, hogy nagyon nagy teret enged ez az MT a munkavállaló és a munkáltató közötti megállapodásnak. Tehát sok esetben engedi azt, hogy maga a felek rendelkezzenek a szabályokról, illetve térhessenek el az MT-től. Erre példa, hogy a jövőben már a munkaszerződésben lehet rögzíteni, hogy milyen jogkövetkezménye lesz, ha a munkavállaló kötelezettséget szeg. Eddig erre csak a kollektív szerződésekben volt lehetőség, de ezek szerepe már hazánkban visszaszorult. De az új törvényben egyszerűsödtek a szabályok a munkaidővel, a pihenőidővel és a munka díjazásával kapcsolatos megállapodások esetében is. A munkavédelmi törvény módosításáról és az abból adódó gyakorlati feladatokról tartottak előadást a Kereskedelmi és Iparkamarában. A szakmai programon a katasztrófavédelmi törvény által előírt tűzvédelmi feladatokról és a munkáltatók kötelezettségeiről is szóltak. A vállalkozásokat érintő munkavédelmi feladatokról tartottak előadássorozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. A munkavédelmi előadást a kamarai tagok segítése miatt szervezték, hogy az érintettek időben értesüljenek az aktuális változásokról. Nem titkolt cél az, hogy a kamara segítséget nyújtson a kamarai tagok részére, mert nem minden kamarai tag engedheti meg magának azt, hogy alkalmazzon szakképesítéssel rendelkező szaktevékenységet ellátó személyt, aki munka és tűzvédelmi tevékenységet lát el, vagy ilyen szolgáltatást igénybe vehessen. A munkavédelmi előadásra több vállalkozó és cégvezető is jelezte részvételét, ők hasznosnak találják a programot az ott szerzett ismeretek miatt. Az előadás sokrétűsége az, ami érdekes és érdekfeszítő. Egy-egy témát nem nagy mélységben, de olyan mértékben érint, ami a vállalkozások, illetve a vállalkozás vezetők részére hasznos segítséget és eligazítást nyújthat. Munkavédelem, munkaügyi feladatok, a katasztrófavédelem aktuális ügyei, és még azok, amelyek napjainkban érdekesek lehetnek. A munkavédelmi programsorozaton a vállalkozások környezetvédelmi kötelezettségeiről is szóltak az érdeklődőknek. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara immár 5. alkalommal rendezte meg a szakma kiváló tanulója versenyt és az országos szakmai tanulmányi versenyt az általa gondozott szakképesítésekben végző tanulók számára. Idén országos szinten 2 megméretetésben 6300 tanuló vett részt, amely szinte duplája a tavainak, és mintegy 150 iskolából 293-an jutottak a döntőbe, közülük 8 diák megyénkből került a legjobbak közé. A legtöbben az építőipari szakmák versenyére érkeztek, így nem véletlen, hogy a magas építő technikusok közül Badar Péter, a Nyíregyházi Vásárhelyi Pál építőipari és környezetvédelmi szakközépiskola tanulója végzett az első helyen. A géplakatosok között Kis László, a kisvárdai II. Rákóczi Ferenc szakközép és szakiskola tanulója 3. helyezésével öregbítette megyénk hírnevét. Az élelmiszer és vegyújáru eladók versenyén Nyika Alexandra, a Bethlen Gábor középiskola, szakképzőiskola és kollégium tanulója, a hűtő és klímaberendezés szerelő karbantartók versenyén pedig Aradányi Zoltán, az Incédi György középiskola, szakiskola és kollégium diákja, a műszaki cikk eladók megméretetésén pedig Juhász Mária, a Sipkai Barna kereskedelmi és vendéglátóipari középiskola tanulója végzett előkelő helyen. Ez volt a Vállalkozz velünk, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara hírösszefoglalója. Bő 1 hónap múlva várom Önöket a legfontosabb hírekkel, akkor is tartsanak velünk. Most munkatársaim nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!